Magyarországtól. Evangelistaként dolgozom, és mint ilyennek az a feladatom, hogy a jó hírt elhozzam, hogy az evangelista az szó szerint ezt jelenti. Nekünk az a dolgunk, hogy a Microsoftnak az üzenetét meg a Microsoftot közelebb hozzuk a szakmai közönséghez. És az előző meglehetősen súlyos Skynet téma után én egy sokkal könnyedebb témával készültem. Két Microsoftos technológiát szeretnék mutatni. Mind a kettőnek a gépi látáshoz, meg a képfeldolgozáshoz van köze, és mind a kettő abszolút használható a gyakorlati életben is, viszont talán még nem annyira közismertek. Az nem baj, lényeg az, hogy működjön. Duplikálom a képernyőt, és már is mehet a menet. Látszik. Igen, szóval az első kettő prezenterrel ellentétben én nem saját munkával készültem, hanem a Microsoft Research-el mögöttem, ahol 1000 brilliáns tudós dolgozik a világ minden táján, ez az MS-nek a saját ilyen kutató részlege. És az első technológia az a Hyperlapse névre hallgat. Mindenki látott már tudom GoPro kamerával készült felvételt, egészen különböző dolgok készülnek, egészen különböző dolgokat vesznek fel a GoPro kamerával. Nekem a kedvencem az Airsoft. Az Airsoft az egy olyan játék, mint a Paintball, csak a Paintballban ugye gázzal hajtott golyókat lövöldöznek egymásra, az Airsoftban pedig egy kis 6 mm-es golyókat, amiket egy dugattyú lő ki. Csak az Airsoft fegyverek azok sokkal realisztikusabbak tudnak emiatt lenni, mert elektronos hajtás volt. És például múlt hétvégén volt egy 500 fős Airsoft játék, egy ilyen 1 km-es pályán, ugye afgán meg amerikai oldal, mindenki beöltözve, hogy gyakták egymást a rajok, rádiós koordinációval, baromi jó volt. És az ember azt ugye szeretne játenni későbbre. És ezért aztán ilyen drónok voltak a fejünk fölött, és a drónok vitte magukkal a GoPro kamerát, és azok vették fel az action-t. Nagyon-nagyon-nagyon durva volt. Mondták, hogy ne lőjük le a drónokat, mert ugye nem ellenséges, nem csak felvételt készít. És az a baj ezekkel a GoPro felvételekkel jellemzően, hogy nagyon hosszúak. Tehát például, hogyha valaki fölveszi azt, hogy átúszta a La Manche csatornát, vagy éppen hegyet mászik, akkor az lesz a probléma, hogy ezt mondjuk teszi 5 vagy 10 órán keresztül, és nézhetetlen, mert ki az, aki egy 10 órás felvételt szeretne nézni. És akkor erre ugye vannak különféle megoldások, hogy ezt a unalmat valahogy lecsökkentsük. Ez a naív, amikor simán csak felgyorsítjuk a videót, és mondjuk minden tizedik frame-et teszünk csak be. Az lesz a baj, hogy rettetesen rángatózik majd. Ez a következő megoldás, az a képstabilizáció, amikor a kamerának a képstabilizációt használjuk, ez megint csak rángat. És akkor nézzétek meg a Hyperlapse-es megoldást, ugyanazok a felvételek, mint amik előbb voltak, viszont ilyen tükörsimák. Tehát megoldotta ez a gépi látás algoritmus, hogy a rángatózó felvétel ilyen tükörsima felvételt csinált. Ez a Hyperlapse, és akkor ezzel meg lehetne csinálni azt, hogy fogunk egy 10 órás GoPro felvételt, amin valaki végigmegy egy hegyen, és lecsökkentjük úgy 5 percesre, hogy teljesen sima és élvezhető lesz, és nem fog rángatni, mint az állat. Nyilván látszanak az, hogy még ilyen gyalogosok eltűnnek menet közben, ez nyilván az algoritmusnak a problémái, de lényeg az, hogy egy élvezhető videó lesz egy nagyon, nagyon nehezen kezelhető eredeti felvételből. Egy nagyon érdekes, hogy ez hogy működik. Ez a Hyperlapse, ez 3 lépésből áll. Az első lépés, hogy fogja a bemeneti videót, és elemzi, és megállapítja, hogy térben hogy mozgott a kamera. Ugye abból, hogy hogyan forog, meg hogyan megy a user, megállapítja, hogy térben milyen pályát írt le az ember, aki a kamerát csinálta. Következő lépésben ilyen különféle görbéket illeszt erre a térbeli mozgás, és amikor volt egy ilyen térbeli mozgás, akkor erre illeszt egy ilyen görbét, hogy ez az ideális renderelő görbe. És az utolsó lépésben minden egyes kimeneti képkockát, az több bemeneti képkockával állít elő, úgy, hogy minden egyes ugye bemeneti képkockán tudja, hogy 3D-ben hogy nézett ki az, amit akkor a felhasználó látott, mondjuk a hegy hogy volt 3D-ben, és akkor a hegynek az egyes pixeleit, hogy mondjuk az egyik frame-en ezt látom, a másik frame-en azt látom, viszont kisimítva arra felé kéne néznem, akkor innen meg innen fog pixeleket venni, és ugye rárakja az összerakott kimeneti frame-nek a 3D-s modelljére. Tehát, hogy gyakorlatilag 3D-ben rekonstruálja azt, amit a videókamera vett, és az alapján csinál egy kimeneti frame-et, így tudja kisimítani a rángatózást. Sajnos ez még nem hozzáférhető, hamarosan az lesz, tehát szerintem egy néhány hét vagy néhány hónap múlva ez a Hyperlapse már tölthető, és aki GoPro-val szeret biciklizést, úszást, ejtőerdésugrást, bármit fölvenni, vagy akár airsoftot, annak lesz egy tök jó eszköz a kezében, hogy ezt élvezhető minőségben tudja aztán kiadni a kezéből. A következő pedig a fotoszint, ez már ma is játszik, ugye biztos ti is sokat utaztok, vagy nem, biztos ti is utaztok, és a látnivalóknál nekem mindig van az a frusztráció, hogy látok egy gyönyörű panorámát mondjuk, és le akarom fényképezni az egészet. És akkor akarok csinálni olyan panorámát, ami mutatja az eget, a földet, az egész tájat, csak ugye vannak ilyen panorámmal készítő cuccok, a fotoszint ezeknek a következő verziója, vagy a következő generációja. Ez azt tudja, már most is, ahogy, pillanat, hadd tegyem el a kamerát, mert egy demót beizítok. Na,
Hol van? Tehát a következőt tudja a fotoszint, rajta van a telefonomon, beindítom magát az applikációt, és akkor szeretném mondjuk ezt a termet fölvenni. Ez, ebben a teremben nem igazán fog működni a demo, mert alig van fény, de egy fényes területen azt csinálja, hogy lehet látni, hogy egy ilyen gömböt képzel el, és amikor a gömbön forgok, akkor szépen lefényképez mindent, ami a gömbnek az adott pontján van. Mondom, mivel kevés a fény, ezért össze-vissza rángatózik, és tökéletlen lesz az eredmény, de így is lehet látni, hogy ez hogy működik ez a fotoszint. A végén azt mondom, hogy oké, akkor fűzd össze, és összefűzd belőle némi munkával egy ilyen körpanorámát, amit aztán lehet publikálni, és ebben az a pláne azért jobb, mint egy videó, mert ilyen iszonyú magas megapixel számú panorámákat lehet vele csinálni. És akkor be is mutatnék kettőt, nagyon gyorsan, hogy lehessen látni, milyen ennek a kimenete, amikor rendesen van fény. Az egyik az Hagia Szófia, ugye Törökországban, teljes körpanoráma, iszonyat részletgazdagsággal. Ha az ember ezt nézi egy nagy képernyőn, akkor egészen tudja magát képzelni, és szerintem sokkal jobb az élmény, mint hogyha képek sorozatát kéne nézegetni. A másik pedig a Yosemite Parkban van egy szinten egy panoráma, tehát ez szerintem sokkal jobban visszaadja az originál életérzést, mint hogyha néhány kép lenne csak. És akkor az a jó, hogy van ennek egy szájtja, ahol ezeket föltöltik az emberek, és így mindenre tudja, Wall Street-ről lehet nézegetni a panorámát, vagy bármire, ami éppen érdekel, bármilyen nevezetességre. És az benne a pláne, hogy ez csak az aktuális generáció, a következő generáció azt fogja tudni, hogy van egy bármilyen tárgy mondjuk, és azt a tárgyat körbejárat és körbe lefényképezett, és csinál belőle egy 3D-s nézhető modellt gyakorlatilag. Tehát itt van ez a motorbicikli, itt ez a körbe fényképezte valaki, és a körbe fényképezést elemezte a fotoszint, térben ábrázolta az objektumot, és gyakorlatilag készült a motorról egy ilyen nézhető modell, ami körbeforgatható. Simán csak itt 6-8 képből, amikor valaki körbejárta ezt a motort. És akkor ennek van az inverze, amikor ugye kifelé nézem, ugye panoráma készítés az, amit kb. Most is tud, de akkor vannak olyanok is, hogy sétálsz, és akkor a képekből, amiket lefotózol, egy ilyen videószerűséget csinál, csak mondom, ebben az a pláne, hogy iszonyat nagy megapixeles felbontás van, hogy itt lehet sétálni ezen az utcán, nyilván ez egy rövid séta volt, amit itt tettek, meg van olyan is, hogy egy falat nézegetek, szintén ilyen közel 3D-ben. És ugye ilyen parallax, meg minden itt van, és ez is ilyen nagyon nagy felbontás. Ő volt a fotoszint, és ez pedig már most is hozzáférhető. Jelenleg Windows Phone-ra és iOS-re van alkalmazás, Android-ra majd hamarosan fog érkezni. Úgyhogy valakinek tetszett, akkor töltsétek. Ennyit szerintem van első körbe mondani. Nekünk gyorsan van egy kérdésem. Kérdés. De hogy lehet ezek csodákat archiválni igazából? Megszett egyszer azt mondja, hogy már nem szexi a fotoszint, kihúzzuk a dugót a szerverből. Igazából ez egy közönséges JPEG-képként van eltávolva, vagy baromi nagy JPEG-képként, és a JPEG-nek valamelyik headerében vannak ilyen információk elment, hogy pontosan milyen szögben kell görbíteni. De ezek közönséges JPEG-képek, hogyha nincsen fotoszint nézegetőd, akkor meg lehet nézni egy akármilyen nézegetővel, csak akkor nem lesz ilyen szép 3D, és nem ilyen simítva. De semmi gond nincs az archiválással. Igen? Telefonnál a pozíció információkat tudod honnan szerinted? Amikor forgatja? Igen. Csak a kamera, nem tudom, hogy a gyroszkópot használja, de szerintem nem használja a gyrót, hanem csak a képet elemzi, amit lát. Azért gondolom, hogy nem használja a gyroszkópot, mert akkor nem bénázna a sötét teremben. Tehát azért bénázik, mert hogy nagyon egyformák a pixelek, és nem tudja megmondani, hogy merre forgatott. Szerintem csak a kamerával. Igen? Instagram Hyperlapse-ről van valami visszhang, már szoktam meg? Van, abszolút van, és készültem is erre, hogy ez fölfogjon ezzel a teljesen jogos kérdés. Csak a diát azt elrejtettem, de nem úgy kérem, én készültem. Az a különbség az Instagram Hyperlapse és az MS Hyperlapse között, hogy az ő Hyperlapse-ük az a gyroszkópot használja. Tehát amikor mondjuk mész, van egy ilyen felvétel, hogy megy jobbra-balra a fiszkó, és ugye a fejét dobálja, amikor ugye sétál a hegyen, akkor az ő cuccuk az azt csinálja, hogy megjegyzi, hogy a kamera éppen merre állt, gyroszkóp alapján, és akkor arra felé elfordítja a videófrémet. Mutatom a demót, hogy sikerül rákattintanom. Ja. Na igen, ez lesz az összehasonlítás. Bukodj. Nem akarja? Mindegy, lényeg az, hogy az ő Hyperlapse-ük az nem több kockával rak össze egy kockát, hanem az van, hogy mindig azt a frame-et forgatja be, ami éppen készült, és akkor az lesz, hogy a fiszka nagyon dobálta a fejét, akkor azt fog látszani a videón, hogy a kép az így össze-vissza megy. Tehát, hogy
amit látsz, a stabil, de olyan, mint hogy az ablak, amin keresztül látod, az össze-vissza dobálózna. Tökül lenne ez a videó, hogyha lejátszod, de most valamiért nem akarja. A mi HyperLapse-ünk az pedig ugye 3D-ben rekonstruálja azt, hogy a kamera mit látott, és több emeleti kockába csinál egy emeleti kockát, és akkor a kép az mindig teljes, mindig mindent látsz, nincsen benne egy ilyen hatalmas fekete kivágás, mint az Instagraméban. Egyébként teljesen függetlenül készült egymástól a kettő, tehát az MSS csapat volt legjobban meglepve, amikor ez kijött. Van-e még kérdés? Igen? Erre nem tudom kommentálni. I can't comment on that. Tényleg nem tudom egyébként. Remélhetőleg hamarosan. Viszont mivel megvették a Minecraftot, ami ugye szintén abban az irányba mutat, ezért nagyon-nagyon remélem, hogy hamarosan. Van esetleg még kérdés? Ha nincs, akkor köszönöm szépen a figyelmet!